Sziasztok, üdvözöllek benneteket, elérkezett az idő, végre várt Tanderezni fogunk. Itt van velem a Tobi. Sziasztok! És hogy láthatjátok, ennek a videónak van egy támogatója, aki nem más, mint a Gaijin, a játéknak a fejlesztője. Úgyhogy ha szeretnétek a játékba csatlakozni, majd a későbbiekben hozzánk, ugyanis mostantól rendszeres lesz már a Várt Tander a csatornán, akkor a leírás első sorában lévő linken keresztül regisztrálva kaptok 3 nap prémiumot, illetve választhatok egy repülő, egy tank, illetve egy hajó között, ami egy ilyen kis prémium járműként a segítségetekre lehet a játék első szakaszaiban. Úgyhogy azt mindenféleképpen használjátok, és a legfontosabb, hogy a játék free to play, tehát ingyenesen le tudjátok tölteni, és ingyenesen tudjátok játszani is. És a mai részben szeretném nektek kicsit bemutatni a játékot, aki nagyon nem ismerni, aztán pedig csatázni fogunk. Egy pár trollkodós csatával készültünk a Tobival, legalábbis az egyik kedvenc tankunkkal fogunk játszani, de ne rohanjunk ennyire előre. Ugye a War Thunderben tulajdonképpen a 20. század harcjárműveivel játszhatunk, nagyjából 1900 különböző jármű van a játékban. Na most több nemzet van, ugye ezt itt lent láthatjátok, az amerikaiak, a németek, a szovjetek, a Nagy-Britannia, a japán, Kína, olasz, francia és svéd. Na most ezeken belül nem mindenhol, itt inkább a hátrébb lévő országoknál nincs mindenfajta féle fajta típusú jármű, igen. Viszont azért a főbb országoknál, mint például Amerika, vannak ugye szárazföldi egységeknek ugye tankok, különböző típusú és fajtájú tankok, könnyű, nehéz, páncélvadász, légvédelem, féllánctalpas, mondjuk itt kerekes, azt hiszem nincs itt az amcsiknál, de van prémiumnak, ami amúgy, igen, ez a detrak véleség, nem tudom pontosan ez micsoda, de van. Vannak itt helikopterek a játékban, én helikopterekkel nem játszok, úgyhogy arról nagyon tapasztalatom nincs, tudom, a te se játszol helikopterekkel, ugye? Nem nagyon. Jó. Igen, van a légierő, ugye ez a legismertebb, tehát azt mondom, hogy War Thunder mindenkinek a repülők jutnak eszébe, ugye a legrégebb óta repülők vannak a játékban, itt is én amúgy az amerikaiakkal, a németek és a szovjetekkel játszok a legtöbbet, és tervben vannak még a franciák majd, meg a britek. Szóval, hogy itt is azért egy-két szintet már itt elértem, nagyon jó a repülőzés is. Amúgy mi főképp tankozni szoktunk, repülni és néha hajózni. Tehát ennyit kell erről tudni, ugyanis vannak itt a hajók is. Vannak nagyobb hajók, itt inkább rombolókra, könnyű és nehéz cirkálókra kell gondolni, illetve már-már van egy-két csatahajó is, menni fogunk amúgy hajós csatát is. Valamint van ez a partmenti flotta, én csak csónakoknak hívom őket, szerintem ez annyira nem élvezetes, én sokkal jobban szeretem a nagy hajókat, tehát azért azokkal sokkal élvezetesebb harcolni. Ugye például most itt egy M46 Tiger látható, ugye az előbb itt volt például a Tigris, de például az amcsiknál vannak a legnagyobb szintű hajóim, az is prémium, megjött a kedvenc prémium noob streameretek, betöltött itt a Helena nevezetű hajóm, ezzel szoktam néha például hajós küldetéseket megcsinálni, ez azért van, de amúgy van például Atlantám is, amit ki kell húzni, combos kis gép, és itt minden lő. Tehát, hogy ami gépágyú, az lőni tud. Mind a tankokon, mind a hajókon, mind a repülőkön, úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy rengeteg nemzet többfajta típusú járműveivel tudunk ugye egymással csatába szállni, ami a lényeg. Ugye itt fönt található ez a nagy piros gomb, és ez alatt, hogy mielőtt elindulnánk csatába, ugye ki tudjuk választani azt, hogy milyen típusú csatákba szeretnénk játszani. Ugye a fő csatatípusok az a PvP, tehát ugye a player versus player, az a más játékok elleni csaták. Itt van árkád kategória, ezt a kezdőjátékosoknak ajánlom. Amúgy mi is szoktunk időnként árkádozni, amikor kicsit besokalunk mondjuk a realisztiktól. Ott sokkal jobban kell koncentrálni és figyelni, és sokkal nehezebb is. Sokszor nem is olyan egyszerű. A realisztikban például már nincsenek annyira megjelölve a járművek, nem veszed olyan könnyen őket észre, könnyebb elbújniuk, illetve ott már ugye külön vannak csapatonként az adott nemzetiségek, úgyhogy egészen korhű, mondhatjuk így, vagy ahhoz hű, hogy melyik oldalon kik harcoltak. Nagyjából ugyanúgy van amúgy hajóknál és tankoknál és repülőknél is külön ez a kategória, valamint vannak a szimulátorok. Itt már azért, itt már komolyan kell tudni itt a csinyát, bínyát a járművek vezetésének, mi nem szoktunk szimulátorozni. Illetve vannak PvE játékmódok, ezek vannak, amik csak időszakosak, vannak, amik állandóak, vannak ilyen ostromok, napi egyen jutalomládát be lehet húzni, ezek is tök jók, érdemes őket megcsinálni, de én azt mondom, hogy a fő igazából, amit itt látik el, az a PvP, arcade és realistic. Ma arcadozni fogunk,
aztán a későbbi részekben majd fogunk sokat realisztikozni. Most direkt azért, hogy kicsit pörgősebb legyen a mai nap. Több időszakos event is van a játékban, gondolok itt például a Battle Pass-re, ami 2,5-3 havonta szokott cserélődni, ebből is rengetegféle fajta hasznos dolgot lehet szerezni, ami segít a játékban való előrejutásra, illetve jönnek bőle prémium járművek, amiből az egyiket ma szeretném is kipróbálni. Valamint például most éppensége van ez a Summer Landing, ahonnan szintén lehet prémium járműveket szerezni, amivel kicsit jobban lehet azért a pénzt farmolni. Illetve egy dolgot a Vártenderrel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogyha nektek például most csak mondok egy nagyon egyszerű példát, itt nagyon bejönnek a kettes szinten lévő német járművek, és a hármas szintűek, mondjuk pont azt kéne szeretni, ahol a tigris van, de mindegy, most legyen ez a példa, tehát nem tetszenek a hármas szintű járművek, de ti a négyes szintűeket szeretnétek húzni, akkor ezt megtehetitek, kicsit kevesebb XP-t fogtok kapni, lassabban fog haladni a fejlesztés, de lehet alacsonyabb szintű járművekkel fejleszteni magasabb szintű járműveket. Ezt én remélem, hogy értitek, de például lehet prémium járművekkel is húzni bármit igazából, ami az adott oldalon van így. Tehát például akár itt a kis mindegy, ezzel a kis torna, pont ez a Battle Pass-es megszerezhető járgány, ez az M-Schütz-Panzerwagen, ez a kis félánctapas, ezzel is lehet húzni például itt a Leopard 1-et. Nyilván, hogyha a Leopard 1-et az előtte lévő ágon lévő tankokkal húzzuk, akkor a legeffektívebb ez, de hogy így vannak ilyen alternatívák, amik így kicsit megkönnyítik a játékot, illetve egy dolgot meg kell jegyezni, hogy itt én úgy gondolom, hogy kisebb szinten is kifejezetten élvezetes a játék, tehát nem kell ahhoz feltétlenül nagyon nagy szinteket elérni, hogy értelmét nyerje már a játék. Kisebb szinten is tök jól lehet szórakozni, és nem érzed azt, hogy nem haladsz, még csak gagyi tankjaid vannak. Már olyan, hát hogyha igazából az alaptankokon átlép az ember, akkor már tök feelinges, meg tök fán tud lenni. És hát mi is egészül el szoktunk szórakozni, és most is kisebb szintre fogunk lépni. Ugye itt a németeknél, Tobi, nagyjából együtt vagyunk a németeknél, nem? Te is Tigris 2, meg nem tudom, Pantera, te már Leopárnál tartasz? Na jó, van, szégyed magad, majd erre visszatérünk. Szóval... Nekem már 7-3-asai vannak. Jó, van 7-3, akkor majd hozom már ide az oroszokat, ott nekem is van. Szóval... Ugyebár a prémium noob énem az itt látszik most egy picikét, meg majd itt-ott. A lényeg, hogy Brumbérrel fogunk játszani, ugyanis ez egy kifejezetten vicces tank, és ezt fogjuk ma megpörgetni egy kicsit, ezzel fogunk menni egy árkád csatát, utána megyünk majd egy repülőset is, nem, nyilván azt már nem a Brumbérrel, így feldobjuk magunkat a levegőbe, illetve hajókázunk is egy kicsit. Tobikán meghívlak, sokkal lehet együtt lenni szakaszba, hárman vagy négyen, azt nem tudom. Négyen. Tehát négyen akár tudtok együtt menni, és ahhoz nem kell prémium fiúk, hogy többen tudjatok együtt lenni. Tóbiás készen áll, úgyhogy csatára! Úgy előznek meg a T-34-ek, mint a kötelező lenne. Ugye itt árkádban vegyes a felvágott, ugye összedobja a németet, az oroszt, az amerikait, meg igazából az összes nemzetet is. Nagyjából ilyen 15-15-ös felhozatal van. Most törünk előre. Tobi előrébb van. Szerintem az te vezetőd amúgy skillesebb, mint az enyém. Hát meg lehet. Úgy mész előre, mint a kötelező lenne. Itt ami furcsa a Brumbérnél, hogy... Na... Ugye nagyon nagy az ejtése, vagy az esése a lőszernek inkább. Hát már, hogyha a Tobit akarnám tarkol lőni, akkor már ennyire fölé kell céloznom, az még csak 130 méterre van tőlem. Azt beírta a gyerek, hogy ne rásoljunk előre, amúgy tényleg ne menjünk a végtelenség előre. Nem lesz jó vége. Itt egy tank előttem, csak pont bebújt a ház mögé. Melyik ház mögé? Ott el, így veled szembe pont. Ha? Túloldat lesznek nagyon sokan. Kicsit kimegyünk jobbra. De nem látok semmit. Ott egy T-34. Igen, azt látom. Oké, egy elment, nem talált. Töltök éppen. I'm reloading. Tudom veled, mi a helyzet. Van egy flak, ott egy másik Brumbér a túloldalt. Az lesz a baj, hogy most az ház mögött van. Jó, kinézek. A T-34. Hagyjad a csőbe végét, találtam el! Az biztos, hogy nem fog lőni. De... valószínűleg biztos is fog, a kávé egy van, ott van előtte majd.
Van itt egy 88 centis flak. Az is gondot fog nekünk okozni itt. Az összes roncs itt marad. Olyan háborús övezet ez. Okay, belesülünk ide. És mi van erre mi? Hopp, hopp. Szia! Kávéjegy az észre se vette, hogy ott van. Jó, kilőttem, akinek előttem a csövét. Beállunk egy kicsit ide. Egész jó, visszaszorítjuk őket. Még baloldalt nem tudom, hogy hol vannak. Itt vagy mögöttem, jó. Tovább nyomjuk ezt az oldalt? Hát, nem tudom. Csak egy picikét. Ha, ott van bar. Ú, az halt is. Ne tolasd, ne tolasd! Itt jön a stug. Hát tud lőni? Nice, nagyon szép, nagyon szép. Pont érted? Pont beakadt egy pillanatra a játék. Jó, javítok egyet, tudsz segíteni? Oké, így 6 szek. Ugye, ha segítünk egymásnak, az drasztikusan csökkenti a javítási időt. Ott fog... Itt jön balra valami. Basszus, mellé lőttem. Lánc talpam van. Nagyon sokan vannak itt, Tobi! Itt fog mögöttük jönni. Jesszus! Hova forduljak? Leesett a láncot. Kigyulladt? Kigyulladt? Ég, ég a T-34 ott megy mögötted! Vigyázz, vigyázz! Gyere, 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 gyere! Opa, basszus! Meghaltunk! Ez volt ez a keringő! És óvatosabb arásolgatok. Hopp, hopp, valami kapta. Nem is igazából... Az fel volt fordulva az a tank! Az alját lőttem át, hallod? Érdekes volt. Ott jön egy TD hátul. Ott előtted jönni fog egy TD, meg itt van valami, aha. Kávé egy. Szétlőttem az izé, az ágyúját, nem fog lőni. Jó, oké, akkor kinézek rá. Fordulna gyorsabban a torja, meg van itt valami más is, ami nekem okozhat problémát. Hogy tudom én ezt ellőni? Sehogy. Rá kell menni. A kávé egyen foglalkoznak ott a többiek. Panzer 4F2 van. Hopp! Ah! Oké, okay, nice. Most átskisszolunk. De zuhantál le? Itt van volt. Még a kávé egyem, nem tudom, főtünk-e. Most átjöttem máshova. Arra most nem látok rá, most egészen jó, itt hát a C-nél vagyok. És küldök... Én nagyon sokan vannak. Küldök egy dupla tüzérségi támogatást rá. Az a része feltűnt. Ott egy kávé, egy... a basszus kulcs. Oké, okay, három ember halott. Jó, az assist, szuper. Igen, itt lesznek még egy páran, az biztos. Hogy van az a TR-4? Így, aha. Jó, annak ki fog gyulladni a motorja, fullos. Az, hogy nem látok rá tökéletesen. Jó, az halt. Orvgyilkossági sorozat, gyilkolási sorozat. Jesus. Jó, értem én, hogy C-point, de... Ezt most... Rám dobták ezt a bombát? Csak hallottam, hogy zuhan. Jó, az nem. Halt. Oké, okay, nice. Kinézek arra a sura. Oké, okay, a Su kapta. A Su-nak ég a motorja, úgyhogy az ugye... Rám néz. Azt hittem basszus, hogy nem rám nézett, de nem kezdte el oltani, és még működött a motor, attól függetlenül, hogy kigyulladt neki, vágod? Végem van. Azt, amit tolnak itt a srácok, figyelj, még a spónyukat is lebombázzák. Nincs több, igen. De van még egy kávé egy, valahol. De már megnyertük. Jó, nem volt ez olyan rossz csata, kicsit ilyen pörgősebb, mert a Panzer 4-en jobbat mentünk. A Brumbér az amúgy városba való, és akkor OP-bb. De nem volt ez rossz csata. És akkor repülünk egyet árkádban, hogy ezt is lássátok kicsit, hogy milyen. Első körben egy P-47D-t hoztam. Ez egy német gép, vagyis amerikai, de hogy a németeknél van, és prémium repülő. Nagyon rég óta megvan nekem ez a gép, és amúgy nagyon szeretem. Tök jó kis tűz. Igazából az amerikai gépeket szeretem igazán, de Tobinak repülőből németek vannak nagyobbak, úgyhogy... Mi az az F... Júj! Azt közi nem baj, még leszedek valamit.
Ne, bocs, ez nem igaz. Akkor jó. Szerinted is oké? Okay? Repetázunk egyet ebből a két gépből, mert történnek ugyebár balesetek. Itt vagyunk egy másik pályán. És hát meglátjuk, hogy neked nincs most bombád, ugye? Izé van neked is felrakva a kanon. Jó. Aha. Csak hogy akkor nem kell menned bombázni. De bombázoltam, hogy nem is nagyon húzol, mi? De húzok. Németek nem most kezdtem el. Németeknek most kezdtem, az amerikaiaknál jól állok, tehát... A B-17 volt a nagy álom. Na mi legyen, balra menjünk? Jó, akkor ezt eldöntötted, látom. Vagy nem? Mehetünk balra. Ott van ott IL-2, most már lassan megérkeznek a gépek, úgyhogy... Várjál, jöjj egy Spitfire itt közelembe. Jó, oké, fordulok én is akkor. Egy... valami J-22-re. Oké, az kapta halt. Most nem látom, hogy hol vagy. Elvesztett, alattam vagy. Spitivel harcolsz, jövök segíteni, ha tudok. Jó, nice, nagyon szép. Oké. Okay. Megy ez, hogyha nem lőnek le? ott van egy Hurricane lent. Nem tudom, nem túl elérhető távolságban. A bombázók nagyon sokan vannak, mennek ugye a pontokra. Azokat nem nagyon fogtuk meg. Ezt a Hurricane-t itt alattam, ezt okay. Mindjárt megpuszilom. IL-2? Arra okay, rámész? Jó. De az izé, AI. Az AI nem baj, ja, nem, akkor nem, 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 nem. Nem, bocs, az playernek tűnt, mert az AI-t az csak, azt nem jelzi így. Hopp, hopp. Arra csak a farkát találtam el, nem tudtam ráfordulni, mert... Nagy volt a lendület és elájulok. Az a baj. Oké, okay, az most kapott egy nagyobb sorozást, de csak találat továbbra is. Jön egy I-185. Oké. Okay. Az belement a hegybe, mert nem tudott már fordulni, gondolom. Oké, okay, kitérünk. Oh, jó. Nem szeretek annyira hedonozni. Jaj, nem jó. Csökken a motonerő. Nullás a motorom. Igen, itt amúgy vannak ilyenek is. A tanknál is ezt meg lehet nézni csata közben is, hogy hogy állunk. Szivárog az olaja. Te vagy fölöttem? Igen, én. Jó. Oké. Okay. No, itt vannak a égre, ezek felünk vannak. Nem. Jó. Nem tudtam fordulni, a bal hátsó egyik lapátomat előtték, most nem tudom, hogy pontosan melyiket. Már megyek is rá, jó röpke 700-zal borítok. Hárman mennek mindjárt rád. Baj, hogy nem fognak utolérni, 700-zal megyek, úgyhogy már nem vannak egy ideje. De erre a P63-ra is csak rá akarok csapni egyet. Most jól belassul. Oké, halt. Kikerültem. Meg is van. Jövök neked segíteni. Mit lősz? Megyek a JR2-esre. Az bombázó, és... Oké, okay. Pontosan húzzuk fel. Visszafordulok rá. Halt, oké. Okay. Van itt még valami? Még van egy Spitfire, egy MK5-ös. Az is halt. Nagyon szép. Jó. Van itt egy izé, egy kis AI. Egy kis extra. Nézd meg az AI-t. Szétszed. Oké, okay, újra töltök. Mi van rajtam? Ez honnan jött? Nem! Első lettem! Yes! Tobi, mi lettünk a Best Squad? Hát... Ezt köszönheted nekem. Mi az, hogy neked? Ezt együtt hoztuk össze. Megcsináltam ami harci feladatot is. Na ennyi, Best Squad lettünk. Tehát ezt kell ide tenni. Hoztam egy Atlantát, mert ezzel gyorsan lett. Úúú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 
Amúgy van hasonló hajó hozzá, ami nyilván fejleszthető, de annyira jó az a hipper, és az nehéz cirkáló, ahogy voltam a játékban. És annyi ágyú van rajta, mint a szemét. Amikor azért ez is egész jó hajó, itt a Helen olyanom is van. Ott a Tobi Voroszilovval olyanom is van. Nem bajtam. Éj, de nagy jampi vagy. Nem jampi, kocka. Na ezek most jó messze Premium vannak. Premium noob. Premium noob, így van. Na, haladjunk előre. Ugye az Atlantán még nincs túlságosan felfejlesztve, de már tűzoltó, javító meg... Hát ilyen szivattyú? A szivattyúnak mondtad a 8-ason? Igen. Az van rajta, úgyhogy a lényeg az megvan. Picsa előttek. Hát, lehet megérdemelted. Ez nagy bombázó ráadásul amúgy. Ja. Ha nekem is indulnak itt a...
a légvédelme. Ilyen zsákutca, merre fordultam, de jó. Igen, 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 majd balra kanyarodj ki. Hát, hát, nagyon föntről érkezik, az a baj. Oké, okay. Ledobta már a bombáit szerintem, mellé ment. Aha. Na, fordulat, eltaláltad? Igen, nem volt meg. Új, itt volt, megjött a bomba. Én is kaptam, nyugi. Hilfe! Nagyon baj van, Tobi, lángolok! Olsd el magad! Hát ez nem úgy megy, az a baj, süllyedek is. Nekem nincs kormányzásom, úgyhogy ne rügyek. Dobtam ki torpedót. Hát jó, de elsüllyedtem. Nagyot mentünk, Tobi. Azt írjuk, hogy a hipper ölt meg. Az is mellén vágtak egy bombát. Jövök egy Helenával, az kicsit azért combosabb gép, meglátjuk, hogy az itt mit tud majd csinálni, most vissza kell kúsznom oda. Az Admirál Hipper az ott nagyon benn van a sziget mögött, de szerintem az már nagyon sokat kaphatott itt másoktól is. Úgyhogy az kicsit megpróbálom megszedegetni, kicsit lentem, mert ő is úgy jön. Viszont a csatahajót nem találom. Van itt valami, itt egy Helena mögöttem. Hű, az baj. Azt mondtam. Azt nem mondtad még? Most fog kijönni majd a sziget mögül. Ez nagyon baj, de nem engem fúj el egyelőre. Mert a Brooklyn mondtad az előbb, az oké. Okay. Forduljanak a tornyok, egyszerre akarok rálőni. Jó, most már ő is engem néz. Ez egyekre. Baj. Új. Jaj, csak itt a híd is beleszól a dolgokba. Kicsit megborultam. Oké, okay, nem gáz, se gáz. Ott a Brooklyn. Az is. Jó. 56%-on vannak a legényei, eddig jobbak vagyunk. Között kapta. Veszélyes vízmélység, az nem jó. Oké, teljes gőzze hátra menet közben. Csak hogyha rossz irányba fordulok, akkor nem fognak rálátni az ágyúim. Úgyhogy most kénytelen vagyok taktikál beachinghez folyamodni. Oké, tolatunk. Hátra menet, tolatunk! Jó, az kapta nagyon durván. Gyerünk, picikém. Oké, ez az, bum. Nagyon szép. Oké. Okay. Mi az? Jó, asszisztáltam. Ja, ledobta. Egy repülő befejezte. Jó, ahol te vagy, ott a Brooklyn, ugye? Aha, az most engem izé kínálgat. Jó, a Brooklyn-re mindjárt rálátok, konkrétan rá tudok tolatni, csak közben itt léket kell javítanom, de már tolatok rá, aztán megkínálom. Itt lesz mindjárt ott a Brooklyn. Ez a Brooklyn már megkínált. Bári. Hát jó, kitolattam elé. Megyek már. Jó, nyugodtan, addig én terelem a figyelmét, közben javítok is. Na, van egy kis tűz a fedélzeten. Majd intézik a srácok, még elég sokan vagyunk, ami azt illeti, ilyen szempontból. Gyerünk! Be fog menni ott a ház mögé. Az lesz ott a problematik. Most elindulok előre. 67%-on van a legénysége jelen pillanatban. Csak úgy mondom, nem tudom egyenesbe rakni a kormánylapátot. Ja de, jó, oké, megvan. Én voltam a béna. Kátrét kell céloznom. Meg nem repesszel lövöm, hanem valami páncéltörő féleséggel. Nem tudom, hogy az mennyire jó, de ez van. Itt a heat pillár, basszus. Ő nem lő engem, úgyhogy most van egy kis időm, hogy megszórjam. Oké, most váltok egy kicsit repeszre, hát aki tudom gyújtani a fedélzetét is. Jó, mellé lőtt. Fú, hogy felcsapta a vizet. Gyere, Albert, kicsit más hátulját kell ülni. Egy ilyen ekkora hajót azért elpusztítani nem olyan egyszerű. És sem bírom eltalálni torpedóval. Itt legalább újra töltődik amúgy a torpedót? Aha, itt újra. Oké, okay, ugye árkádra vagyunk. Igen.
Akkor már kevesebb a legénysége, mint nekem. Most már megy a... repülő? Nem, valami izé, valami kis csónak itt közel van hozzám közben. Gyerünk, 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 gyerünk. Az a baj, hogyha jó helyre betalál, akkor kb. El is intézheti a hajómat. Egy tűzoltást azért azt intézünk. 14%-a van, nagyon nem akarja megadni magát. De a Brooklyn az, az nehéz vagy könnyű cirka amúgy? Azt nem tudom most így fejből. Jó, 8... Nem tudom, de szerintem én kilövöm. 8%. Lőjed, lőjed, lőjed. Megvan, célpont megsemmisítve. Nem á! De de. És előttem jön valami kis, kis ladik, úgyhogy megyek, azzal megyek. Kell foglalkoznom. Közben javítok is. Oké, hát a kormánylapát akkor balra. Jó, mert így legalább nem tud megtorpedózni. Hopp! És meg is van! És akkor ott egy könnyű cirka, töltöm a izét. Jön egy nehéz cirkáló is. Hát... látom, 27%-on vannak a legényeim, úgyhogy... ezek a legények kitartanak a végsőkig. Gyerünk, 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 gyerünk. Viszont a csatahajót nem találom. Nem tudom, mi lett vele. Jön egy repülő. Hát, ezzel nem tudok sokat kezdeni. A 26. Ez gázos. Rá se látok. Kanyarodjunk, azt tiplizünk innen. Jó, sikeres. Sikertelen küldetés! De amúgy ez döntetlen lett, nem? Szerintem is amúgy. Mert ez egy nagyon hosszú csata volt amúgy, srácok. Nem volt amúgy rossz. Kicsit elnyújtott lett itt a végére. Nagyon sok volt amúgy a csatahajó, eléggé nagy tierbe dobhatott fel minket. Szóval azeket tenni, hogy a hajóknál nincs MM-ben olyan hatalmas különbség, és nagyon sokszor belak... tehát könnyebben berak magasabb tierbe, ami amúgy nem feltétlenül probléma. Ezek azért kicsit olyan lassabb csaták, nyilvánvalóan nagyjából láthatátok, hogy milyen. Most mindenbe egy picit belekóstoltunk, a továbbiakban majd fogunk mindennel is játszani, bár inkább szerintem a tankos repülős részt fogjuk mi erősíteni. Ne felejtjétek, hogy a komment szekció első sorában ott van a link, amivel, hogyha regisztráltok, extra bónuszt kaptok. Vágjatok bele a játékba, hogyha még nem tettétek volna, mert majd velünk is tudtok akár játszani, hogyha szeretnétek. Hamarosan jövünk még Vártenderre így a Tobival. Hogyha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és még nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel. Bármi kérdés volt, soha jött a komment szekcióba. Én sztarkoltam, itt volt velem a Tobi. Halika. Jók lehetek, én sztarkoltam. Sziasztok.